Hello mindenkinek, Ryder vagyok. Először is elnézést szeretnék kérni azért, mert mostanában nem voltak videók. Az igazság, az egyetlen mentségem az, hogy nagyon-nagyon kiakasztott a gyakorlatilag a UPC-nek a Fiber Power 30-as internete, mert azt hittem, hogy fasza lesz, azért talán még streamelni is fogok tudni, de nem, gyakorlatilag ez a videó most fél öt van, kb. Ez a videó meg lesz 5-re, le lesz rendelve 17:30-ra, és a videó felkerül YouTube-ra talán 9-re. Szóval azért értitek a problémámat az internettel és minden ilyesmivel, de ennek ellenére ez most egy gáros első benyomás videó lesz. Tudom, hogy kicsikét későn, ha megszokotthoz képest, de jobb később, mint soha. Jó van, hölgyeim és uraim, ma a Towers of Doom, baszki, a Towers of Doom pályán fogunk játszani, ahol a lények kívánnak találva, az XP pedig nem számít, a mi csapatunk pedig Medivh, Tracer, Sylvanas, Garrosh, illetve Gul'dan, a szerencsét csapatok pedig Cho'Gall, Maltael, Nazeebo, illetve Tűnündű, Whispermindű. Na most, Blizzard azt mondta, hogy Garrosh az egy szóló tank. Én, mint tank, még mondom nektek, nem az. Nem az. Oké. Első szinten body check-et fogjuk fölvenni, és Garrosh trétje az armor up. Minél többet sebződünk, annál nagyobb lesz az armorunk, egészen maximum, gyakorlatilag 50 armorig, mert minden 2% HP-ért, amink nincs meg, kapunk ugye bár egy kis armort, fuck you. Persze nem ő dobtam, miért is ő dobtam volna. Oké, semmi baj. Semmi probléma, picit még ütögetjük, és akkor talán meg fog halni. Nagyszerű, szuper, szuper. De közben nálunk is meghaltak párom. Igazából itt jók vagyunk. Még eléggé, hiszen van egy csomó-csomó, hogy látjátok is. 40 armorunk. Fuck you. Fuck you, tündő, viszperindő, fuck you. Éljetek meg, köszi. Oh, protected! Hell yeah, hell yeah, hell yeah. Nagyszerű. Szóval, Garrosh képességei. Beszélgessünk Garrosh egy picikét. Garrosh Q-ja, a Groundbreaker, gyakorlatilag egy ilyen kúpalakú sebzés, és hogyha ezzel a kúpalakú sebzéssel, sebzésnek a végével eltalálunk valakit, akkor az az ellenséges hős ide húzódik hozzánk. Ezen kívül a duplavénk, gyakorlatilag Bloodthirst, ezzel healelünk csata közben, illetve az evetünk, hogy látjátok, ott van a kis hordalogó, az evetővel el tudjuk dobni az ellenséget, akin a hordalogó van. Tehát nagyon-nagyon fontos tudni, hogy csak azt az egy ellenséget, ami elég fura, de Istenem, ez van. Ezek az első szinten, hogy a body check-et vettük föl, amivel tudunk sebezni és lassítani ellenséget. És minél többet sebzünk, minél nagyobb az armorunk, annál többet sebzünk, ha jól tudom. Igen. Tehát ez így tök király. Gyakorlatilag Garrosh, tehát azt meg kell hagyni, Garrosh nagyon-nagyon-nagyon CC-s hős. Tehát egy olyan hős, akiben kurva sok a CC. Hello, Márta, hello. És nézzétek meg, Márta meg van fogva. Gyakorlatilag nem tud elmenekülni, meg fog halni, akkor is nem számít. Akármit is csinál. Én is meg fog halni viszont. Fuck. Oké. Okay. Jajjá. Eldoblak a picsába? Oké, okay, Thirst for Battle. 4-es szintem. Hiszen a Thirst for Battle... Oh, ezt nem sikerült megszerezni. Fuck. Hiszen a Thirst for Battle-le képesek leszünk arra, hogy gyakorlatilag amikor autoattackolunk ellenséges hősöket, akkor... Oda menj! Oda létszi. Ó, baszki. Amikor autoattackolunk ellenséges hősöket, akkor a dupla vén cooldown-ja csökkenjen, és ugyebár ezzel egy csomó CC-re leszünk képesek. Na. Csomó HP visszatartásra leszünk képesek, és HP évesztésre. Meg fogod ölni? Ki lesz-e? Oké, megölted.
Nem, mert tőleg megölted. Nem ölted meg, kár. Ha nem kezdek el mountolni, és csak egyszerűen szaladok csogár után, akkor én is megölöm. Hát ez sajnos így sikerült. Oké. Okay. Tend a farmul. De nem probléma. Szóval... mi a véleményünk Garrosról? Hát... a meccs ellenére, hogy milyen jól haladunk a meccsel, igazából úgy érzem, hogy Garros nem egy szóló, vagy aztán mondtam is, nem egy szóló tank. Egyszerűen azért, mert túl kevés a HP-ja ahhoz, hogy bármit is tudjon csinálni. Bármi arról tudjon csinálni, abban is csak esetben sem tudom még egyszer eltalálni Maltaelt, pedig másképpen meghalt volna. Egyszerűen úgy érzem, hogy ha tényleg egy szóló hősnek van kiválasztva, egy szóló tagnak, semmi dolga nincs, csak az, hogy tankoljon, akkor egyszerűen nem elég effektív, mert az armor túl lassan kapcsol be ahhoz, hogy tényleg érjen valamit, és akkor már gyakorlatilag le vagyunk bőrszülve. Tehát, hogyha... hogyha csogállal akarnánk önmeghalt, aki igazából nem csogál, hanem Garros. Ha Garrossal akarnánk szólótankolni, akkor gyakorlatilag nagyon jó szólótank, tényleg nagyon jó szólótank olyan hősök ellen, akik szépen folyamatosan sebzenek. Lásd! Ó, baszki, elbasztam. Oké, okay. Majdnem jó. Tehát nézzétek meg, most tudok itt. Csak hát nem tudom bennmaradni. Igazából nem tudtam bennmaradni. Mert egyszerűen... oké, okay, ez itt gáz lesz, ez gázos lesz. Jó, szóval most használtuk gyakorlatilag a... 7-es szinte felt képességünket, az Into the Freight. Amivel képesek leszünk arra... oké, okay, egyszerű. Hogy csapattársakat is dobáljunk. Hogyha netán arra lenne szükség. Összeg itt vannak, jajjá, igen. Pedig nyomtam rá. Tehát egyszerűen nyomtam rá ezért. A Tracer meg tudod csinálni, hiszek benned. Már ricolotász valamit sem fogod tudni megcsinálni, de azért megpróbálhatod még Tracer. Legalább egy picikét, az a Tracer. Jó, ó! Ah! Nagyon picikét késő volt, de nem számít. Mindeközben... Tészenünk tőle te. Semmi baj. Semmi baj. Bőven jól állunk. Szóval... Garros nagyon jó az olyan... helyekre, az olyan tankként... aki... ahol nincs egyszerűen sok burst. Mert gyakorlatilag... hogyha Garrossal tankolunk... akkor... figyelni kell arra azon kívül... hogy... Hello, Mate. Baszki. Figyelni kell arra, Garrossal, azon kívül, hogy ugye tankoljunk és jól pozícionáljunk, hogy gyakorlatilag ne szedjük be, ne kajáljuk be elsőre a legnagyobb burstöket. Mert ha egyszerűen például beállunk elsőre, tehát az első sebzésünk mondjuk egy 2-es frame strike, max conviction-nel, vagy mi a fene az, akkor az még ugyanúgy fog fájni, mintha bármi más lenne. 10-es szinten decimétert fog fölvenni, ami egy CC-s ulti gyakorlatilag, és ezáltal mind a kettő ultink, bocsánat, mind a kettő ultink, a wireless challenge és a decimét és egy erősen CC-s ulti, de a decimettel egy ilyen területen belül mindenkit lassítunk és sebzünk. Ami jó még nagyon ebben a talentben, az az, hogy van 3 darab charge-a, tehát azért az elég komoly. És az nem egy olyan dolog, amit fel csak így el lehet tekinteni. Ami nem jó ebbe a talentbe az az, hogy amikor kasztoljuk, akkor egy picikét megállunk. De a lényege az a decimétnek, hogy sebez picikét, de ami fontosabb, hogy 30%-kal lassít 1,5 másodpercre. Ez az igazi ereje ennek a talentnek. Oké, okay, body check, minden decimét, hogy ne menjenek el, decimét még tovább, ahol élenszél nagyszerű, Decimét még tovább.
És izé, oké, még egy kis decimét, még egy kis decimét, majdnem. Excellent. És igazából ez nem fog összeni nekünk most. Jelenleg. Tehát death volt. Oh, oké. Okay. Szóval sok kevés HP-ból nem jött össze végül is semmi. De igazából nem feltétlenül olyan nagy probléma. Na de, beszélgessünk inkább Garrosról. Hogy mi Garrosra a probléma? A Garrosra a probléma az az, hogy ugyebár az armor túl lassan lövi be magát, vagy túl kevés a HP-ja Garrosnak, teljesen mindegy. A kettő közül valamelyik. Ne, mit csinálsz, Tracer? És ezáltal... Ezáltal a probléma az lesz, hogy egyszerűen túl törékeny lesz. Túl törékeny lesz szóló tanknak. Ami még érdekes, nem játszunk? Nem csináljuk? Nem? Team, why not team? Ó, oh, oké, okay. Kicsit bátor voltam. Semmi baj. Ez az, erről van szó. Már megérte. Gyakorlatilag már megérte. 13-as szinten igazából, amit megéri szerintem fölvenni, az meglepő módon nem a double up, hiszen az csak 75 armorig megy föl, hanem a blood craze. Úgy gondolom, hogy a blood craze lenne a legtutibb nekünk. Szóval azt veszük föl, hiszen az időn át tartó plusz hílelés még, tehát értetek, ez csak király és csak jó lehet nekünk. Oké, hát kettően bet akartak ölni. Egyszerű silence. Valaki meg fog halni, sőt, mi a kettő meg fognak halni, hogyha elég jól csinálják a dolgot. Nagyon picikén múlott, semmi baj. Eldobjuk a picsába, hogy ne zavarjon senkit. Csogát is eldobjuk a picsába, hogy ne zavarjon senkit. Gyönyörű volt. Gyere, fight me a ravage. Fight me a ravage. Ha többet ütöm, ha nem veszem a képességem, csak többet ütöm, akkor tudok healeni, akkor vissza tudok healeni gyakorlatilag. Nyitom, ennyit kell. Hát ezt is hagyni kell, ezt el kell engedni. Nincs Master Touch-od, milyen fene vagy te? Mi a fene vagy te, meddig meg fogsz halni? Nem haltál meg, egyszerű? Szép protect. Vagy Force of Will. Teljesen is, hogy hívjuk. Szóval ez a véleményem igazából Garrosról, hogy nem, egyszerűen nem szólultunk. Az fájni fog. Ó, egyszerű Fear. Egyszerű Horrify. Talán lehet valamit csinálni. Leyline Seal. Jövök én is, úton vagyok, csak hát igazából nem érek oda elég hamar. Plusz, ahogy látom, vonulunk is vissza. Ami igazából egész bölcsdítés, hogyha úgy vesszük, hogy ez itt már ellenséges terület. Valószínűleg itt vannak, aha. Oké. Oké, de igazából Sylvanasnak hála, ezt simán tudjuk szedni. Easy peasy, lemon squeezy. Viszont a többiek nem kell, tehát nem kellene meghalni, ennyi az egész, nem kell meghalni. És hogyha nem halunk meg, akkor igazából bőven jók leszünk. Az az igazság. Tehát ami a legjobban fáj Heroesban, ilyen szinten már, amikor már 13. percben benne vagyunk, az a szakadozott meghalás, mondjuk úgy, hívjuk úgy szép magyar szóval. Mivel gyakorlatilag folyamatosan emberölőben lesznek, ezért egyszerűen nem áll össze nekünk a dolog. Jó, persze megszerezték a boss-t, ezt tudtuk, hogy ez lesz, ez nem újdonság, nincs olyan nap alatt. Gul'dan mehetett volna picikét talán felfedezni, de nem számít. Elég, hogyha ezt tudja a csapat, hogy össze kellene bújni, és nem Tracer. Oké, csogát megölhetjük. Menj, Sylvanas! Gyere már te, ugodj be, ha mersz. Fight me a rabbit.
Oké. Be swift, hero. Do not. Those cronies reach the altars before you. Menj, kapd el! Nice. Nice, megérte. Gecire megérte. Hát csak az ölésekért. És igazából most sem milyen a pálya. Tehát most már azt szerint kellene viselkednünk. És azt szerint kellene pusztítsunk, hiszen tényleg milyen a terep, milyen minden. De megvannak halva, ezt meg kell szerezni. És igazából ezután kellene nyomulni. Nem kellene szétválni. Hát az nem jó senkinek. Oké, persze tudják, hogy itt vagyunk, de igazából mit számít az? Kit érdekel az? Egészségükre. Body check, ugye igen, mondtam ezt. Tehát minden feladatról beszéltem, de igazából még a meccs végén is fogok egy picikét beszélni róluk. Szóval számokban, nézzétek meg, ez a probléma, hogy amúgy számokban sincs ott Garrosh. De lehet, hogy én vagyok a rossz Garrosh játékos, de úgy univerzálisan mindenhol ezt hallottam, hogy egyszerűen Garrosh nem elég tankos. Picit el vagyok maradva itt a partiról, szóval nem biztos, hogy engage-elni kellene pontosan úgy. Jó, faszom, remek. Na, hogyha arra menni a picsába, úgy. Oké, okay, nice. Yep, nagyszerű protect. Menj! Nyírd ki! Majd fontos még tudni a decimate-ről, hogy, bocsánat, nem, az Into the Fray-ből, amivel be tudjuk dobni az ellenségeinket, hogy a csapattársaink kapnak még 25 armort 3 másodpercig. 3 másodpercig, miután eldobtuk őket. Szóval nem elég az, hogy egyszer hatalmas nagy mozgás a csapattársainknak, de még ennek ellenére ugyebár armort is kapnak. Szerintem a csogál ellen nagyszerű lenne a Deadly Calm. Úgy érzem, hogy az lenne a legtutibb, hiszen normálisan az Inner Rage-et veszem föl, mivel még több body checkünk lesz, de így most képesek vagyunk arra, hogy gyakorlatilag csogál Twisting Nether ultiát lenullázzuk, ha egyáltalán 6 csóra, bocsánat, gára a dolog. Tehát nem tudom. Oké? Okay. Mivel a fenébe? Oké, okay, meghaltál, kész. Ennyi volt. Tehát nem szabad. Egy ilyen hősnek, mint Maltea, aki gyakorlatilag abból él, hogy nem tud mozogni, és az a legnagyobb problémája. Nem szabad ilyet csinálni, egyszerűen nem lehet. Megengedhetetlen. Én most megállítottam volt, szóval ez azért történt. Tészer, drágám. Ha megöltem, egyszerű, szuper. Jó, megyek oda. Megyek ide, segítek, itt valami történik, szóval. Hey. Én sose állt a segítség. Gondolom. Gyere, tűnj, vízpel, mindig, gyere. Ha mersz. Ugyebár, amúgy ez még mellesleg totál jó a Deadly Calm talent. Most ugrott be, de igazából totál jó. Nézzének az ulti ellen. Hogy hívják? Azt a faszt. Máltának az ulti ellen. Oké, itt problémák vannak, megyek. Úton vagyok. Amúgy lehet, tehát az is megtörténhet, lehet, hogy csak én vagyok a hülye, és én tudom a rosszul, az is megtörténhet, hogy egyszerűen, ez a tirendet, az nem fog rájönni. De nem baj, akkor is befagyott, szóval király. Gyakorlatilag meg fog halni. Boss. És az így bőven jó lesz. Igazából. Figyelni kell arra, ne jön ott senki.
De igazából ugye egyre többet bírok elviselni, minél többet állok itt. Egyszerű, ez már hiába. Ide már hiába jöttök. Ön az ibó majdnem meghalt. Nem vette föl? Na, bemettem, hogy nyugodtam. Nem vette föl a nazi... Ó, azért az durca. Tehát, hogy nem fölvenni ezért... oké. Okay. Oké, okay, gyere. Gyere, fight me, gyere, bitch. Ennyi. Ennyi. Egyszerű fear volt, gyakorlatilag nem tudott lemenni a twisting nerről. És hát ezért volt ilyen ekkora erőnyünk. Ezt lehet tudnánk. Na, nincs itt Sylvanas, oké. Okay. Hol van Sylvanas? Sylvanas megint csinál Sylvanas dolgokat. Természetesen. Mi mást csinálna Sylvanas? Nem is Sylvanas lenne. Oké, okay, gyere, ugorj be. Ugorj be, hogyha mersz. Ugorj be, ha mersz. Elméletileg Garrosnak nagy problémát jelentenek. Nagy problémát jelentenek az olyan hősök, akik százalékosan sebeznek, mivel a százalékos sebzés figyelmen kívül hagyja az armort. Gondolom, akkor túl OP lenne. Ennyi az egész. Oké, okay, tényleg itt van. Nem. 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 Még mindig nem. Big fucking nope. Nope. Easy. Easy. Oké. Okay. Oké, okay, szóval Garrosh. Garrosh igazából... Tehát egy bruisernek tökéletes. Egy olyan hősnek... Oh, hey! Hell yeah! Egy olyan hősnek, aki... aki csak úgy mellékesen ott van és sebezget, annak nagyon-nagyon szuper. Bocsánat, mellékesen ott van és CC-s gyakorlatilag félrerak mindenkit, berak minden csapattársat. Arra Garrosh egyszerűen hihetetlen. De úgy, mint szóló tank, én nem vinném el. Szóval, a statisztikánk. Hát gyakorlatilag 8 ölésünk volt, 27 asszisztunk és 4 halálunk. Tehát nézzétek meg, mekkora különbség van. Jó, persze csogáról van szó, és csogár sokkal többet tud tankolni, de szerintem ez a szám, ez picikét kevés, úgy érzem, hogy egyszerűen 200, egy 100-200 bónusz HP kezdésnek bőven elég lenne Garrosnak. Az egyébként a talentjénk első szinten a body check, ami gyakorlatilag lassít és sebez ellenséget 2 másodpercig, valamint többet sebez, illetve többet lassít, hogyha 25% fölött, azaz 50% alatt van a HP-nk. Ezen kívül 4-es szinten a Thirst for Battle-t vettük föl, amivel az autoattackjaink ellenséges hősök ellen a Bloodthirstünket 2 másodpercet csökkentik. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag egész szépen tudunk duellezni, hogyha arról lenne szó. 7-es szinten az Into the Fray-t vettük föl, amivel el tudjuk dobni az ellenséges csapattársainkat, pont úgy, hogy be tudjuk dobni a Wrecking Ball-al az ellenséges játékosokat. Pont ugyanúgy egy kék hordajel szimbolizálja azt a miniont vagy csapattársat, akit tudunk dobni. Ő kap 25 armot 3 másodpercig, és ugye ahova leestünk, ott lassítunk is. 10-es szinten decimétert vettük föl, amivel sebzünk egy picikét, valamint lassítunk. Tehát gyakorlatilag Garrosh olyan, mint egy Arthas, mert ugyebár ő is lassít. Csupán sokkal inkább, sokkal jobban széthez az ellenségeket. Mondjuk... Olyan, mint egy Arthas meg egy Artanis hibrid, mert Artanis szeret tudja rakni az ellenségeket, bocsánat, mikrofon. Viszont sokkal kevesebb HP-val. Ez a probléma, hogy sokkal kevesebb HP-val. 13-as szinten a Bloodclays vettük föl, amivel, hogyha ellenséges hősökön használjuk a Bloodthirstünket, akkor még 3 másodperc át 10% HP-t, max HP-t visszatöltünk. 16-os szinten az Earthshaker-t vettük föl, amivel a ledobott ellenség
Hát, hogyha ledobunk egy ellenséget, a becsapódás helyén 0,75 másodpercig stunolunk. 20-as szinten pedig a Deadly Calm-ot vettük föl, ugyebár, hogy az ellenséges hősök kevesebbet tudjanak sebezni. 20%-kal 3 másodpercig, miután ugyebár eltanultuk őket a Decimate ultinkkal. Ha tetszett a mai helyzetetől, amit akkor ne felejtsetek el dobni egy lájkot, hiszen ez rengeteget segít, valamint, hogy újjogatok a csatornán, akkor iratkozzatok fel. Megpróbálok minél több videót készíteni. Remélem menni fog, remélem lesz hozzá életerőm és kedvem. Hát igazából úgy rendben van minden. Én Eider voltam, hamarosan találkozunk, de addig is játsz tovább!